Az összes vásárt úgy képzeltük el, hogy tulajdonképpen egy családi programként szeretünk volna prezentálni. Ennek ugye nyilván nagyon fontos része a gyermekeknek a szórakoztatása, illetve az, hogy nekik is tetszen, szívesen jöjjenek el a felnőttekkel, akik esetleg tudnak egyet vásárolni, miközben a gyermekek játszanak. Amikor anyukák vásárolnak, akkor esetleg apuka tud a gyerekkel játszani, vagy pedig megnézni a programokat, fordított esetben pedig esetleg az édesapja is meg tud inni egy jó kőzműves sört. Hát igyekszünk környezetbarát és környezettudatos vonalon mozogni, úgyhogy hogyha jobban szeretjük ugye a nagy fajátékokat is, ami a hátam mögött látható, nem szeretjük a műanyag dolgokat, úgyhogy itt nem is fognak találni, de ez a fajáték ez nagyon jól működik. Az előadásoknál pedig szeretnénk olyat, ami valamit mond is és tanít is a gyerekeknek, amellett, hogy szórakoztat. Mind megette, megfájdult a hasatőre is, képzeljétek el! A vadászatok alkalmával követték őket a... Farkasok! Betojtok! Hát nem nagyon tojtok benne. Figyelj, nem tudnál egy ilyen sok... Másik variáció, hogyha valami környezettudatos, vagy pedig újrahasznosított anyagból tudunk bármilyen játékot előállítani, vagy bemutatni. Fontos, hogy egyformák legyenek a kupakok, ki szokták figyelni a gyerekek még a legapróbb különbségeket is. Nagyon szeretik. Én azt vettem észre, hogy tetszik nekik, hogy különböző. Mikor rájönnek például a gyerekek, hogy ez kupak, vagy ez egy kavics és ilyen egyszerű játék, akkor nagyon tetszik nekik, de a szülők nekik. És többen mondták, hogy akkor ezt otthon elkészítik szintén. Step one, wake up, really gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step